Sok szeretettel üdvözlök mindenkit ezen a Szókratész webináriumon, amelynek az a célja, hogy a kezdő lépésektől nézzük meg, hogy hogy lehet quizt létrehozni, hogy lehet ezt az alkalmazást használni, és hogy lehet a távoktatásban ezt izgalmasan felhasználni. Az első lépés, amivel most megnézzük, hogy hogy működik ez, az az, hogy megnézzük, hogyha valaki esetleg diák, akkor hogyan látja ezt, hogyan működik számára ez az alkalmazás. Úgyhogy azt szeretném kérni, hogy mindenki nyisson egy új böngésző ablakot, ha lehetséges, akkor egy inkognitó ablakot, vagy privát ablakot, vagy egy másik böngészőt, és írja be oda, hogy szokratív.com, csak most ne tanárként lépjen be oda, hanem azt írja, csak annyit írjon, hogy student, vagy azt arra kattintson, hogy student, tehát diákként lépjen oda be, és ha ez megtörtént, akkor én egy kis kvízzel fogok ott készülni, ha ez megtörtént. Ugye az a, ha beléptek, akkor meg fogja kérdezni, hogy mi a szobának a neve, room name, ezt fogja kérdezni csak. Ugye a diákoknak a használathoz egyáltalán nem szükséges a regisztráció. Az, amit most csinálunk, az tabletről és mobilról is működik. Egy dolgot kell tudniuk, hogy a tanáruknak a szobáját a Szokratívon hogy hívják. Tehát mi a szobának a neve, ez a room name. Nálam itt van középen fönt Code Week. Ez az én room name-em, szobámnak a neve, hogy Code Week. Ezt kell beírni, és ha az én képernyőmre néztek, akkor a jobb felső sarokban láttok egy kicsi ilyen emberféle jelet. Ott egyre inkább nő a szám, tehát azt mutatja, hogy most hányan léptek be ide a szobába, tehát az én tanári szobámba. Most már 9-en vagyunk. Mivel itt 20-an vagyunk összesen, tehát még várok, hogy mindenki, vagy hát sokan be tudjanak lépni. Tehát most diákként fogtok egy ilyen quizt megnézni. Nagyon rövid lesz, csak hogy lássuk, hogy hogy néz ki. A munka során a diákoknak egyszer meg kell jegyezni ezt a nevet, és aztán ezentúl mindig ezt a szoba nevet tudják használni. Minden tanárnak egyedi ilyen szoba elnevezése van. Tehát nem diákcsoportokhoz készítesz szobákat, hanem neked van egy szobád, ahova mindig más diákcsoportokat tudsz beengedni, egyszerre csak egyet. Ez egy nagyon fontos dolog, tehát egyszerre csak egyet lehet beengedni, vagyis most a koronavírus kapcsán ezt a funkciót egy kicsit bővíteni ígérik. Erről majd egy kicsit később fogok beszélni. 13-an vagyunk benn. Kérem, hogy a chaten jelezzétek, hogyha még várjunk valakire, vagy elkezdhetjük a quizt. Most már 15-en vagyunk, azt gondolom, hogy elkezdhetjük. Most diákként megnézitek, hogy hogy néz ki egy ilyen quiz. Hát én egy Harry Potter quizre gondoltam, nagyon rövid lesz, és beállítom, hogy szükséges legyen a nevetek megadása. Kérem, hogy csak keresztnevet adjatok meg, semmiképpen más nem. Összekeverjük a kérdéseket, összekeverjük a válaszokat. Mondjuk ez most nem olyan nagy téma, hiszen minden gyerek otthon egyedül van,
nem csoportosan, úgyhogy hát ez most nem olyan, hogy át lehet súgni könnyen, hogy A vagy B vagy C, de mondjuk a technológia lehetőséget ad erre. Most nektek megváltozott a képernyőtök, és már kérdezi, hogy mi a nevetek, és már kezdhetitek is a kitöltést. Most amit most láttok nálam, azt ugye a tanár nem feltétlenül mutatja, de én szeretném, hogyha ti látnátok, hogy ez hogy néz ki. Az oszlopok ugye a kérdések sorszámát jelölik, és a zöld színnel jelöli, ha helyes a válasz, és pirossal, hogyha, hogy úgy mondjam, kevésbé helyes a válasz. Azért választottam ezt a Harry Potter quizt, mert ez, hogyha valakinek nem megy jól, az nem olyan nagy baj. Úgyhogy csak nyugodtan lehet tévedni. Örülök is, hogyha van mind a két színből, legalább jól látszik az egész. Látszik, hogy van, aki már elkészült, az ő neve mellett a 100% van, az nem az eredménye, hanem a készültség fokát jelzi. És látjátok, hogy vannak csupa zöldek is, akik már elkészítették, tehát hát mind az öt kérdésre helyesen válaszoltak, mondjuk így. Aztán mit lát még ebből a tanár? Például azt látja, hogy melyik kérdés volt a legnehezebb. Nézzétek meg, hogyha most mindenki már végez, akkor érdemes nézni az alsó sorban oszloponként a százalékokat. Tehát látszik, hogy mondjuk a legnehezebb kérdés jelenleg a 3-as és a 4-es volt. Most éppen a 4-es nehezebb, mint a 3-as, a 3-as vált nehezebbé. Tehát, hogy melyikre mennyi jó válasz született, tehát jelenleg a legkönnyebbnek úgy néz ki, a legkönnyebbnek néz ki a második és az ötödik kérdés, és a legnehezebb volt a 3-as, én ide rákattintok, és hát látszik, hogy itt a legnehezebb az volt, hogy melyik ház diákja volt Cedric Diggory. Hát a gyerekeket kérdezünk, akkor azt mondanák, hogy hát ott van a színek, mutatják a srácnak a pólóján, vagy nem tudom, felsőjén. És itt végig lehet szépen menni a kérdéseken, tehát ez azért fontos, utólag meg lehet nézni. Én itt szeretném hangsúlyozni, hogy ez az egész történet, ez a kvíz, ez egy játék. Tehát itt nem arról van szó, nem az az elsődleges cél, hogy feleltessük. Vagy nem az az elsődleges cél, hogy jól leteszteljük a gyerekeket. Hanem igazából egy olyan játékos forma, ahol ők visszajelzést kapnak arról, hogy mi az, ami már jól megy, mi az, ami kevésbé jó. És ezért ez egy ilyen módon, hát egy kicsit a fejlesztő értékelés irányába mozdítható el. Látszik, hogy a legkönnyebb kérdés a 2-es volt, az, hogy Meggalagony professzornak mi a keresztneve, Minerva volt itt a helyes válasz. Oké. Na most persze itt fönt látszik, hogy elrejthetem a neveket, hogyha ilyen kis titokzatos akarok lenni, vagy megmutathatom a neveket, de elrejthetem a válaszaikat, csak azt látom, hogy ki van kész. Ugye ez megfontolandó, hogy akarjátok-e mutatni, vagy nem. Alapból egyébként a gyerekek ezt nem látják távoktatási helyzetben, hiszen nem vetített ki feltétlenül a saját képernyődet, de persze meg lehet tenni, ennek itt most nincs akadálya. És itt van fönn ez a finish gomb, megnyomom, és ezzel lezárom. Számotokra a képernyőn is véget ért ez a játék, és innentől kezdve nézzétek, itt van nekem egy reports nevű gombom, és bizony letölthetem az egész eredményt Excelben,
Ez úgy néz ki, nem mutatom meg, úgy néz ki, hogy ott vannak a nevek, ott van a helyes válasz, helytelen válasz, színekkel, százalékok. Meg egyes diákoknak az eredményét is le tudom tölteni PDF-ben, és le tudom tölteni kérdésenként is a helyzetet, tehát meg lehet nézni, hogy mi az, melyik volt a nehéz kérdés, könnyű kérdés. Ez a tanárnak is egy nagyon fontos visszajelzés, úgyhogy ez egy olyan játék, amiben a tanár is tanul valamit. No, ennyi akart lenni a bevezetés, hogy lássátok, hogy ez mégis milyen rendszer. Úgyhogy most kérem, hogy mindenki menjen vissza az ő eredeti regisztrációjába, és valami ilyesféle képernyőt kell látnotok. Ugye most sorra ki lehet lépni innen a teremből, de én ki is tudom üríteni a termet. Most például ezt teszem, kiürítettem a termet. És van, akinek mindegyik nehéz volt, nem baj, most van több idő, a home office-ban lehet olvasgatni a Harry Potter könyveket, és akkor ezek a kvíz. Ez egy könnyű kvíz, van nekem nehéz Harry Potter kvízem is, kaptam a gyermekemtől, gondoltam, hogy csak ezzel kezdek. No, akkor most ott tartunk, hogy mindenkinek van egy ilyen regisztrációja, és mindenkinek a képernyő közepén fönt van egy név, egy saját név, ami hasonlít a nevére tulajdonképpen általában, és ez a szobának a neve, ugye, itt szobának hívják ezt a olyasmi, mint egy tanterem, de hát egy szobának nevezzük. Nekem Code Week a neve. Azért, mert a Code Week-es címemmel regisztráltam egyébként. No, itt van fönt néhány menüpont, a Launch, Quizzes, Rooms, Reports és a Results. Ugye ezeket mindjárt megnézzük, de a lényeg a Rooms, menjünk oda a Rooms-ra. Ez a funkció jelenleg úgy néz ki nálam, mivel hogy nekem ilyen ingyenes előfizetésem van, mint ahogy mindenkinek, aki így kezdi. Tehát ez látszik, hogy egyszerre egy szobát lehet működtetni. Itt csak annyit szeretnék mutatni, hogyha valakinek a szoba neve nem tetszik, akkor itt van egy ilyen kis ceruza a név mellett, és akkor át lehet nevezni a szobát, ha van olyan név szabadon, amit szeretnétek. Olyat választotok, amit nem baj, hogyha a gyerekek megjegyeznek, és állandóan tudni fogják, és olyat, ami megkülönböztet titeket másoktól. Tehát valószínűleg a Pista bácsi az nem lesz már szabad, valószínűleg, mert már lehet, hogy van Pista bácsi. Jó? Ennyi a lényeg, hogyha pro előfizetése van valakinek, akkor 20 szobát is tud kezelni. Ennek az az értelme, hogy a kvízeket nem föltétlenül kell egyszerre élőben lejátszani, hanem azt is mondhatod, hogy gyerekek, elindítottam egy kvízt, ott van a szobában, egész este játszhattok vele, aztán holnap megbeszéljük. Csak hogy ha ez van, akkor csak egy csoporttal tudod ezt megcsinálni, mert amíg egy csoportnak nyitva van a szoba, addig egy másik csoport, ha belép, akkor ugyanezt a kvízt látja. Tehát két kvíz, két szoba egyszerre. Oké, visszamegyek erre a főmenüre, ami ez a launch, ami ez egy indítópult tulajdonképpen, azért ez a neve. A felső sorban van, hogy mit lehet csinálni, ha már belaktad a szókratív szobádat. A quiz, azzal lehet indítani a már elkészített quizeket, ezt használtam az előbb. A második a Space Race, ami nagyon hasonlít az előzőhöz, csak egy kicsit viccesebb a megjelenítése. Itt is quizt kell elindítani. Viszont itt meg kell mondani, hogy hány csapat játszik, tehát mondjuk, hogy a gyerekeket most csapatokra osztjuk, és
választhatunk ilyen kis ikont, hogy mi jelzi azt, hogy az ő előrehaladásukat, és akkor utána, ha elindítjuk, egy ilyen dolog fog történni, ahol színek osztódnak ki a csoportoknak. És akkor viszont meg kell beszélni, hogy akkor csak 8 gyerek lép be, 8 gyerek fogja képviselni a kis csoportját, mindenki megkapja a saját színét, ott vannak a színek felírva a színén, ilyenkor a tableten vagy a mobilon egy csík, vagy a gépen egy színes csík jelzi, hogy ki melyik. És akkor, ha jó a válasz, akkor a bicikli előbbre megy. Ha nem jó a válasz, nem megy előre. És az a csapat nyer, akinek a végén a legtovább ér a biciklije. Bicikli helyett lehet rakéta, meg méhecske, meg ilyesmi. Hát tulajdonképpen ennyi a különbség, hogy ez egy kicsit ilyen játékosabb forma, ugye? És ezt most visszatérek ide. Az exit ticket az egy jól ismert dolog, tulajdonképpen kilépő cetliként szoktuk emlegetni. Van olyan tanár, aki azt csinál egy óra végén, egy papírra föl lehet írni, hogy mondjuk egy kérdésre válaszol a diák, mi volt a legnehezebb, mi tetszett a legjobban, milyen kérdése van, de csak egy visszajelzés. Ez az exit ticket, kilépő cetli, vagy jegy, ezt meg kell nyomni ilyenkor, a kérdést nem itt írod be, hanem elmondod a gyerekeknek valamilyen más formában, tehát például jelen távoktatási esetben, például mondjuk a videócsetben, vagy a csetben mondod el, hogy mi lesz a mai záró kérdés, amire kérném, hogy hagyjatok egy visszajelzést, hogy éreztétek magatokat például, és akkor utólag a tanár ezt feldolgozza. Tehát tulajdonképpen ezek vannak, az alsó sort pedig majd később fogom megmutatni. Most megmutatom, hogy kell kvízt készíteni, nagyon könnyű lesz, higgyétek el, és fogjunk is hozzá, itt ugye fönt a menüben ugyebár van 5 pontunk, a launch az első, az ami a indítópult, amit most látunk. A quizzes a második, ami a már elkészített quizekre mutat. A rooms láttuk, az a szoba tulajdonképpen, azt már ezután nem nagyon fogjuk érinteni, nem is kell. A reports pedig tartalmazza azokat a jelentéseket, összefoglalókat, amelyek az egyes játékok után keletkeznek. A quizzesre kattintunk most, és hogyha ti ide kattintotok, akkor lehet, hogy felugrik egy kis reklámablak a Word Facts quizzel kapcsolatban, vagy akkor, hogyha rákattintotok erre a Word Facts quizre, ezt így kvázi ajándékba adják ide. Ezt most hanyagoljuk, most ne foglalkozzunk vele. Ahogy látjátok, nekem egy, azaz egy darab kvízem van, mégpedig ez a Harry Potter kvíz, kezdő nevű kvíz. A dátum mutatja, hogy mikor hoztam létre, és a mellette van a copy, az azt jelenti, hogy ha egy ugyanilyen kvízt akarok készíteni, csak kicsit változtatni szeretnék rajta, akkor a kopival ebből készítettek egy másolatot, le is tölthetem, és meg is oszthatom másokkal. Na most először is nézzük meg, hogy hogyan lehet másoktól kvízt kérni, kapni. A legegyszerűbb módja az, hogy ha tanárok együtt dolgoznak, már pedig most valószínűleg ez egy elég jó lehetőség, akkor felosztatják, hogy én is készítek kvízt, te is készítesz, aztán megosztjuk egymással. És itt fönt van egy ilyen narancssárga gomb, Add Quiz, kattintsatok rá, és akkor, ha rákattintotok, van egy két opció van, a Create New, tehát, hogy új quizt készítsünk, ezt még most ne válasszuk, az import a másik. Azt választjuk most.
Tegyük föl, hogy van nekünk egy jó ismerősünk, akinek van már egy kvíze, amit ő szívesen megoszt velünk. Ekkor ő neki meg kell adnia egy számot, egy kvíz számot, amit ide be kell írni. Na most én vagyok nektek ez az ismerősötök, és ezt a kvízt szeretném nektek adni, megosztani veletek. Ezt a számot kell beírni SOC kötőjel 854-8572. Ez egy másik kvízem, amit tudtok importálni. A chatbe jelezzétek, hogyha sikerült. Én is importálom. Ez a találmányok 2 nevű kvíz. Látjátok, hogy a nevében ott van az a szó, hogy copy. Tehát mutatja, hogy ez valakinek a kvízéből készült másolat tulajdonképpen. Na most ritka dolog, hogy egy az egybe tudunk valamit használni, amit másoktól kapunk. Ezért nézzük meg, hogy hogy néz ki egy kvíz belülről. A kódot persze, hogy lehet. A kvíz számát úgy lehet megtudni, hogy valaki megmondja nekünk. Ez a legegyszerűbb módja ennek. Majd megmutatom, hogy hol van ez a szám. Mindjárt megmutatom. Tehát rákattintunk erre a találmányok 2-re, és mindenkinek van belőle egy példánya. És itt íme látszik, hogy van nekünk már egy kvízünk. A kvíz szerkesztő jelenik meg. A jobb felső sarokban látszik a Save and Exit gomb, és alatta pedig ott van ez a bizonyos szám. Látjátok, hogy most már mindenkinek másik száma van, mert most mindenkinél egy másolat képződött, ugye, és most már ezek különbözők elvileg, tehát ezen lehet most már mindenki változtathat. Egy fontos dolog van, nézzétek, hogy itt ez azt jelenti most ebben az állapotban, hogy ilyen kék, hogy most engedélyezem a megosztást. Tehát ha valaki tudja a számot, akkor felhasználhatja. Ha én ezt bekapcsolom most így, tehát vagyis inkább kikapcsolom, szürkévé válik, akkor hiába ismeri a számot, mondjuk titkos szolgálati eszközökkel meg tudja, akkor sem tudja importálni. Tehát privátá lehet tenni az összes kvízünket, de talán nem most van itt az ideje. Akkor tegyük privátá, amikor még dolgozunk rajta, aztán pedig nyissuk ki másoknak, hát ha használni szeretnék. Aztán ezt most akkor visszakattintom. Itt van a címe, ugye, találmányok 2 kopi, hát mindjárt kitörlem és odaírom, hogy találmányok új, ez lesz nekem itt a neve. És hát itt következnek szépen a kérdések sorban. Van egy kis rész, amit érdemes elkerülni. A cím és az első kérdés között van ez az Align Quiz to Standard. Ez azt jelenti, hogy a quizt hozzá lehet rendelni az amerikai követelményrendszerhez. Ezt ne is kattintsuk be, mert egy olyan világba megyünk, ahova nem akarunk. Úgyhogy ezt így hanyagoljuk, és innen pedig látszik a szerkesztő. Látható, hogy ott van a szépen a kérdés, ott vannak a válaszok, zöld ugye a helyes válasz, tehát hogyha én szeretnék ezen módosítani, akkor mi azt könnyedén megtehetem, mindjárt mutatom. Minden kérdésnél a szélén van egy kuka, ki lehet találni, hogy ez mit jelent. A nyíl
az fölfele vagy lefele mozgatja a kérdést a listában, ennek akkor nincs is jelentősége, hogyha a lejátszáskor beállítom, hogy keverje össze a kérdések sorrendjét. Aztán van egy olyan gomb is, ami azt mutatja, hogy hogyan lehet másolni a kérdést, tehát az az utolsó gomb, az duplikálja a kérdést. Előfordulhat, hogy a kérdés szerkezete mind ugyanaz, nem tudom én, ki írta ezt, vagy ilyesmi, és akkor, vagy számítsd ki a következő dolgot, akkor érdemes másolni, és könnyebben haladunk. No, ennyi, és akkor egy ilyen kérdésre nézzünk rá jobban. Az Edit gombot kattintsuk. Értelemszerűen ez jelenti a szerkesztést. Tehát jelen pillanatban az első kérdés szerkesztését nyitottuk meg. Az első sorban ott van maga a kérdés. Mellette van egy kis képecske is, egy plusz jel. Az mutatja azt, hogy oda egy képet föl lehetne tölteni, hogyha szeretnénk. Feldobja a kérdéseket, a Harry Potterben lehetett látni. Aztán itt vannak a kérdések, vagy a válaszok. A válaszoknál ugye a zöld mutatja a helyes választ, itt a szélén a correct négyzet van bepipálva, hogyha ezt kiveszem, akkor a program nem fogja tudni, hogy melyik a helyes válasz, tehát jobb, ha ide visszateszem. Ha több válasz lehetőséget szeretnék, akkor ezt az Add Answer-t kell kattintani, ezt a pluszosat, és minden kérdéshez lehet magyarázatot fűzni. Ez egy kicsit melós, de megéri megcsinálni, hogyha hosszabb távon gondolkozunk. Tehát az explanation az akkor jelenik meg, hogyha már ha a felhasználás során ezt jeleztük, hogy adjon visszajelzést. Tehát amikor kiosztjuk a quizt, akkor be lehet jelölni, hogy ezt jelenítse meg, vagy sem. Hát tulajdonképpen az egyszerű része ennyi, és akkor ha van itt köztetek matematika szakos, kémia szakos, akkor mutatom, hogy még formázni is lehet. Itt fönt van ez a formatting, ezt be lehet kapcsolni, és bizony formázni lehet, tehát vastag, félkövér, dőlt, aláhúzott formázást lehet alkalmazni, de amiért a matekot és a kémiát említettem, de a fizika is jöhet, az az, hogy alsó és felső indexet is lehet készíteni. Oké, nem egy egyenletszerkesztő, tehát egy izotópot nem lehet rendesen megcsinálni, de semmi baj. Ha nagyon kell egy komolyabb kép, akkor azt képként lehet oda tenni. De itt a lényeg a játékosság, a visszajelzés, a tudás elemeknek mozgatása az, hogy ezzel dolgozzanak a gyerekek. Sokkal inkább ez fontosabb annál, hogy most kiderüljön, hogy valaki hány százalékos eredményt ért el egy rémfontos versenyben. Oké, ha ez így rendben van, akkor a Save gombbal búcsúzunk a kérdéstől, és akkor ez így megvan. Tehát most mindenkinek van egy olyan kérdés, egy olyan kvíze, amit nem ő csinált, de már az övé, és ha akarja, tovább is alakíthatja, és tovább is oszthatja. Most csináljunk meg egy sajátot is. Ide kattintok fönt a Quizzes gombra, és megint az Add Quiz-t használjuk itt fönt, csak most már a Create New, tehát alkoss egy újat opcióval dolgozunk, és akkor az én, most mindenkinek érdemes kitalálni kérdéseket, vagy fel lehet használni az én kérdéseimet, aminek egy központi eleme van, ami teljesen véletlen.
tulajdonképpen, és az én kvízemet úgy fogják hívni, hogy farkas kvíz. Hogy miért, az mindjárt látszódni fog. Itt a jobb oldalon fönt ugye be van kapcsolva a megosztás, tehát hogyha valakinek elmondom ezt a számot, akkor ő fogja tudni ezt használni. Ugye mondtam, hogy ezt az Align Quiz to Standard, ezt hagyjuk békén, ne bántsuk, és utána rögtön választanunk kell, hogy akkor milyen lesz az első kérdés. Az első opció az, hogy egy ilyen feleletválasztós kérdés legyen, ez a sárga, aztán a igaz-hamis, ami szintén feleletválasztós, csak két válasz lehetőséggel, és a rövid szöveges válasz lesz a harmadik. Mindegyikből csinálunk egyet, hogy lássátok, milyen, ti is csináljátok. Az első, ez a feleletválasztós lesz, és itt az lesz a kérdés, amit én kitaláltam, hogy hol született Kempelen farkas. Most már talán érthető, hogy miért ez a kvíznek a neve. És akkor, ha valaki szeretne, akkor letölthet egy képet magáról, Kempelen farkasról, és ide beteheti. Én ezt most nem teszem meg. És ide felsoroljuk a válasz lehetőségeket. Azzal nem érdemes időt pazarolni, hogy most akkor hova írjam a helyes választ, az A-ra, a B-re, a C-re, vagy a D-re, vagy valahova, mert úgyis meg tudjuk keverni lejátszáskor, meg tudjuk keverni a kérdéseknél a válaszok sorrendjét, úgyhogy végül is mindegy. Úgyhogy én a helyes választ ideírom az első helyre. Tehát a helyes válasz az, hogy Pozsony, de lesz még Kolozsvár, meg Esztergom, meg legyen Buda. Jó? Látható, hogy én csak négy választ szeretnék itt szerepeltetni, de itt ötöt ad alapból a program. Semmi baj. Van itt egy X, az E sor végén. Kiveszem. És már majdnem készen vagyok. Kérem, hogy jelezzétek, hogyha valamelyik résznél elmaradás van, vagy kérdés van. Ugye a fontos dolog, hogy megmondjuk, hogy mi volt a helyes válasz, mert mi most tudjuk, de a program nem. Úgyhogy bejelölöm Pozsonyt helyesnek, és hogyha még szeretnék itt formázni valamit, akkor mondjuk, hát ha nagyon szeretnénk Kempelen farkast, ilyen vastagra, félkövérre formázhatjuk. És megnyomom a mentés gombot, és kész van az első kérdésem. No, akkor jöhet a következő kérdés. A következő kérdés legyen egy igaz-hamis típusú kérdés. Ez a true-false, ez a lila. Rákattintunk, ugye itt egyszerű a kérdés. Nálam az lesz a kérdés, hogy igaz-e, hogy Bolyai Farkas Kolozsváron született. Tehát ez a kérdés, most a formázással nem foglalkozom, és itt el kell dönteni, vagy hát meg kell mutatni, hogy melyik a helyes válasz, ugye amelyik zöld az a helyes válasz. Bolyai Farkas nem Kolozsváron született, tehát a false gombot nyomtam meg, ez tehát hamis. Egyébként Bolyai János viszont Kolozsváron született, tehát ennyiben egy kis csavar van be. Persze, ha valaki nem tudja egyikről, hogy hol született, akkor mindegy.
tulajdonképpen. Hát megvolnánk az igaz-hamis kérdés szerkesztésével is. Megnyomom a szévet, és már van két kérdésünk. Most már van értelme annak is, hogy a szélén levő nyilakkal tudunk mozgatni. Tehát ha megnyomom a fölfele nyilat, akkor látszik, hogy a igaz-hamis kérdés fölugrott első kérdésnek. De, mint mondtam, ez nem olyan nagyon lényeges, hogyha megkeverjük a kérdések sorrendjét. És végül jön egy ilyen rövid válaszos, rövid szöveges válaszos kérdés is. Ez pedig az lesz, hogy milyen állat akela. Hát aki eddig figyelt, az tudja, tehát valószínűleg nem azt írom be ide, hogy róka. És itt ugye meg kell adnom, hogy mit tekintünk helyes válasznak, tehát itt az add gombbal be tudok írni egy helyes választ, beírom, hogy farkas. Ugye, ha több helyes válasz is van, akkor azokat mind be kell írni. Például mondjuk ezt is elfogadom helyes válasznak, mondjuk, vagy ez nem olyan érdekes, de ez például lehet, hogy ha azt írja a gyerek, hogy egy farkas, mondjuk, akkor azt is elfogadjuk helyes válasznak. Itt ez lényeges, hogy pont úgy legyen leírva, hogy várjuk, gondoljunk előre olyan lehetőségekre, hogy mondjuk nem így fogja írni. Hogyha mondjuk más helyesírással vagy hibásan írja le, akkor elfogadható-e vagy sem. Kis és nagybetű, hát azt hiszem, hogy számít, de ebben nem vagyok biztos. Ezt nem szoktam használni, érdemes kipróbálni, hogy számít-e a kisbetű, nagybetű. Itt én úgy érzem, hogy nem, de lehet, hogy tévedek. Megnyomom a szévet, és kész vagyunk. Ugye fölmegyek a tetejére, megvan a címe, megvannak a kérdések. Ugye, mint minden esetben a digitális pedagógiában, a hangsúly nem a digitálison, hanem a pedagógiában. Tehát, ha jó kérdéseket találsz ki, akkor ez egy klassz quiz lesz. Ha rossz kérdéseket, uncsi kérdéseket találunk ki, akkor a Szókratív se fogja ezt megmenteni, a digitális technológia nem menti ezt meg. A Save and Exit gomb van jobb felső sarokban, ezt megnyomjuk, és kész vagyunk. Már listázódnak itt a kvízek, tehát nektek is van már három kvízetek, pedig még nincs is este 8 óra. No, nézzük meg, hogy akkor hogyan kell egy kvízt elindítani, ugye ez szükséges, ha már megvannak a kvízek, ezt is megnézzük. Itt, ha már elég sok kvízetek van, akkor érdemes már mappákban is gondolkodni. Itt a jobb felső részen van egy ilyen, de ezt azok tudják használni, akik a Pro előfizetéssel rendelkeznek, vagy hogyha most a koronavírus járvány kapcsán kapnak valami kiegészítést, akkor azok. És akkor, ha már erről beszéltünk, akkor mondom, hogy kiadtak egy közleményt, hogy ha iskolaként regisztrált, vagy iskolához tartozó tanárként regisztrált valaki, akkor van egy oldal, ahol lehet jelentkezni és igényelni különböző kiegészítéseket. Ezt az oldalt én el fogom küldeni nektek, ezen van két kérdőív, és ezen lehet megnézni, hogy mit kínálnak ennek kapcsán. Ez egy március 12-i hír. Tehát hogyan indítjuk el a kvízt, ez a kérdés. Visszamegyünk a nyitó oldalra, erre a launchra, és
Ugye az előbb mutattam, hogy a quiz vagy a space rész az, ahol már elkészített quiz lehet indítani. Tehát, ha mondjuk el akarsz indítani egy quiz, és akkor itt most lehet szó arról, hogy most együtt vagy a gyerekekkel, és most játszunk, vagy arról, hogy elindítod, és azt írod nekik, hogy gyerekek, elindítottam egy quizt, nyitva lesz, tudom én, 3 órán keresztül lehet vele játszadozni. Ezt úgy csináljuk, hogy rákattintok a quiz szóra, vagy a space részre, most a quizen mutatom, és kiválasztom azt a quizt, amit meg akarok osztani, vagy meg akarok indítani. Utána megnyomjuk a Next gombot, és itt van 3 lehetőségünk, itt eldönthetjük, hogy hogyan szeretnénk ezt játszani. Az első, ez az instant feedback, ez az, amit játszottunk az elején. Ez azt jelenti, hogy kattintunk, vagy kattint a diák, és kiderül neki, hogy jó vagy nem jó a válasz. Az open navigation opció, a második, az azt jelenti, hogy tulajdonképpen engedjük, hogy az egész quizbe föl alá járkáljanak a gyerekek, és kattintgassanak kedvük szerint, aztán egyszer csak majd lezárják a dolgot és elküldik. Ez ilyen gyakorló funkció tulajdonképpen. És hát van a harmadik, ez a teacher paced, ez azt jelenti, hogy itt a tanár diktálja az ütemet, tehát tulajdonképpen a tanár léptet. Itt ebben az esetben nem lehet azt választani, hogy keverjük a kérdések sorrendjét, mert itt mindenki ugyanazt a kérdést kapja, ugyanakkor a tanár lép tovább. Tehát azt mondja, első kérdés, várok, mindenki kattintson. Most letelt szerintem az idő, lépünk tovább. Hát, nem tudom. Én ezt az elsőt választom most. Itt rögtön a kiválasztás után néhány opció beállítható jobb oldalon. Itt ezek a kis csúsztatható kapcsolók állnak rendelkezésünkre. Hát az egyik az, hogy kérhetjük, hogy adják meg a nevüket a diákok. Hát ez olykor kellhet. Nagyon ajánlom, hogy ne kérjünk vezetékneveket, hanem elég a keresztnév, úgy is ismerjük a gyerekeket. Aztán a következő, ez a shuffle questions, ez azt jelenti, hogy kevertessük-e össze a kérdéseket. Tehát, hogy ne ugyanabban a sorrendben kapják a gyerekek a kérdéseket, mondjuk ezt bejelölöm. Utána ugyanez a kérdés a válaszokkal, hogy egy kérdésen belül keveredjenek a válaszok, tehát ne mindenkinél A legyen a helyes válasz. Oké. És említettem, hogyha van a kérdésnek ilyen magyarázata, akkor itt lehet bekapcsolni, hogy azt is meg lehessen nézni. És itt állíthatjuk be, hogy szeretnénk-e, hogy lássa a gyerek a végén az végeredményt. Mondjuk igen, és utána megnyomhatom a startot, és ekkor jelzi, hogy elindult a foglalkozás, a tevékenység. Ugye ezt a képernyőt láttátok akkor, amikor diákként ezt kipróbáltátok. Jobb oldal felső sarok látszik, hogy hány diák lépett be a szobámba, most ugye nulla. Itt a táblázatban a színek mutatják, hogy melyik kérdés a igaz-hamis, az első, és melyik kérdés a feleletválasztós, a második, és melyik kérdés a rövid szöveges válasz, a harmadik. Ha lennének diákok, akkor itt szépen sorakoznának. Itt lehet kibe kapcsolni, hogy látszódjon a diákok neve, és az, hogy mit válaszoltak. Ezt élesben mindenki megtapasztalt. Hatta. És ugye mindegyik ilyen kérdésre rá lehet kattintani, és akkor meg lehet nézni, hogy mi újság van azzal, hány diák válaszolt rá és hogyan. Ebben az esetben, mivel senki se lépett be, ezért most ugye nem látszik ez.
Ha végeztünk, ez nagyon fontos, hogy állítsuk le. Mert ha nem állítjuk le, akkor amikor legközelebb belépnek a gyerekek a szobánkba, még mindig ezt fogják itt találni, vagy ha valaki unalmában belép, akkor ezzel fog újra találkozni. Ugye itt említettem, hogy a felső sorban van egy 5 pontos menü. A results az akkor él, amikor ebben az üzemmódban vagyunk. Itt így egy kis jel, így, hogy mondjam, animálódik, mutatja, hogy ez most élőben lehet válaszolni. Ha innen kilépünk, akkor ez a rész megint inaktívá válik. Finish-sel kapcsolom ki, és fejezzük be. Ugye beírja, hogy mikor történt a játék, és itt a riportoknál ugye megint csak, most már ti is tudjátok kattintani, meg lehet kérni, hogy vagy töltse le a gépre, vagy pedig e-mailben küldje el az eredményeket, akár mind a hármat be lehet kattintani, tehát az első Excelben az összefoglalás, második diákonkénti eredmények, ez egy ilyen szép PDF különben, vagy kérdésenként az eredmények, akkor ha az érdekel, hogy melyik kérdés volt könnyű, nehéz, milyen válaszarányok érkeztek. Oké. Most visszamegyek megint erre a nyitó képernyőre, és mondom, hogy készen vagyunk a kvíz részével, tehát nagyon egyszerű kvízeket lehet készíteni vele, elég gyors a visszajelzés, szép a kiértékelés, nem feleltetés vagy dolgozatírás helyett ajánlom ezt, hanem inkább a játékosság miatt, amiatt, hogy többféle kérdést lehet kombinálni, és az én javaslatom az, hogy igazából ez akkor jó, hogyha a gyerekek készítenek egymásnak ilyen kvízeket. Ugye ez egy kicsit másfajta, mint a többi kvízkészítő, mondjuk, mint a Kahoot, amit szintén lehet gyerekekkel, már úgy értem, hogy gyerekek készíthetnek kvízeket, és inkább erre ajánlom, inkább arra, hogy visszajelezzünk, ki hol tart, érdekes kérdéseket dobjon fel egy-egy kvíz, tehát nem a szummatív értékelés az egyetlen lehetőség benne. És akkor mutatom, hogy még mit tud ez a kis szokratív. Az első sort azt megbeszéltük itt, tehát a kvíz. Ugye indítunk egy klasszikus kvízt, háromféle kérdéstípussal. A space race láttuk, hogy egy ilyen játékos, akár csoportos, ilyen versenyszerű megoldás. Az exit ticket pedig egy egyszerű kérdés, amit nem itt teszünk föl, hanem máshol, de a gyerekek tudják, hogy mi a kérdés, és itt már a válaszokat írják be. Tehát ez olyan, mintha csak egy válaszmezőt kapnának. Kilépő cetli, a foglalkozás végén adnak egy visszajelzést. És alul is van 3 ilyen kör, ezek a gyors kérdések kategóriája. Az első a feleletválasztós, a második az igaz-hamis, a harmadik a szöveges válasz. Az első kettőnél az a lehetőség van, hogy fölteszek egy kérdést, igaz-e, hogy nem tudom én, Magyarország fővárosa Budapest, és akkor a kérdés nincs leírva, de elindul a kvíz, és lehet válaszolni rá mobilon, tableten, vagy számítógépen. Tehát csak az látszik, hogy igaz vagy hamis, a kérdés maga az a gyorsaság miatt, az a szánkból hangzik el. Amit viszont mutatni szeretnék, mert ez szerintem nem olyan borzasztó érdekes, az a szöveges válaszos játék, és megint arra kérlek titeket, hogy legyetek egy kicsit diákok, tehát nyissatok meg egy másik böngészőt, vagy egy inkognitó ablakot,
és ismét menjetek el a Szokratív.com-ra. És megint a student logint kell választani. Ha diákokkal dolgozunk és mobilt használnak, akkor a kétféle applikációja van a Szokratívnak, az egyik a teacher, a másik a student. A értelemszerűen a tanár használja a teachert, a diák a studentet, de ha a diák is készít quizt, akkor neki is lehet teacher azonosítója. De amikor diákként használják a gyerekek, akkor a Szokratív studentet tudják használni. Jó, akkor nézzük, hogy működik ez a játék. Szintén egy nagyon jó pofa dolog. Én most fel fogok tenni egy kérdést, azt a kérdést fogom megfeltenni, hogy mondjuk, melyik a legfinomabb fagyi? Csak egyet mondj. Ugye itt beállíthatom, hogy hány választ engedélyezek, most nem állítom be, hogy akárhányat, de azt megkérem, hogy mindenki írja be a nevét, megint kérem, hogy csak keresztnevet, mint az előbb, és utána megnyomom a start gombot. Most megváltozott a képernyőtök, látszik, hogy már jelennek meg itt a diákok, és megint meg kell adni egy nevet, és mindenki csak egy ízt írjon be, egy fagyi ízt. És látszik, hogy már jönnek is a válaszok nagy sebességgel, hiszen már 9-en vannak benn, és egyre több válasz érkezik. Egész pontosan már jött is 9 válasz, de már a 10. kolléga is bejelentkezett. Úgyhogy jönnek itt még majd válaszok. Ugye látszik is, hogy 10 válasz. És akkor itt vannak nekem ilyen opcióim, hogy például az, hogy show names. Tehát most bekapcsolom, hogy lássuk, hogy ki adta az adott választ. Most látszik, hogy mondjuk ki mondta azt, hogy áfonya, meg ki mondta azt, hogy rizses, és még az is lehet, hogy a neveket is elrejtem, és a válaszokat is, tehát még ilyen titkos az egész, és most visszakapcsolom, hogy látszódjék. Na most, ezt ötletbőrzére lehet használni. Tehát mindenki bedob valamit, és igen, be kell írni újra, hogy ha újra be akarunk lépni, mindig a CodeWeek szobát kell megadni. Tehát ezért mondom, hogy a gyerekek egyszer megjegyzik, és onnantól kezdve soha többet nem változik ez, hogy csak a tanár nem változtat rajta. Megjelennek tehát itt az opciók, tehát hogyha valaki szeretne mondjuk egy ötletbőrzét, vagy valamilyen vitát folytatni, akkor így föl lehet gondolatokat vetni. Na most, mint látjátok, itt azért vannak átfedések, tehát mondjuk például a csoki az 3-szor szerepelt. És nem megbántva senkit, de mivel 3 is van, nekünk elég lesz 1 is, úgyhogy 2-t ebből a 3-ból én kitörlök. Itt a remove gomb van az szélén, az egyszerűen kattintok és eltűnik. Jó, vaníliából is van 2, mondjuk a nagybetűs vaníliát megtartom, és a kisbetűst meg nem. Most így maradt nekünk összesen 7-es opció, tehát 7 fagyi íz, és akkor mondjuk tarthatunk róla egy ilyen eszmecserét, most nem tartunk, de ha tartanánk, akkor lehetne erről beszélgetni.
És miután ez megtörtént, vagy ha nem szükséges, akkor nem kell, akkor elindíthatjuk a szavazást. A szavazás során mindenkinél megint megváltozik a képernyő, és lehet választani, szavazni, hogy ő neki akkor most már ebből a kínálatból melyik szimpatikus. Közben látom, hogy az eperből is kettő van, úgyhogy egy epret még kiveszünk, és akkor most már tényleg 6 különböző fagyi íz maradt meg, és a szavazást elindítom. A szavazásnál azonban érdemes megállapodni abban, hogy kinek hány szavazata legyen. Hogyha sok a választási lehetőség, akkor meg szoktam tenni azt, hogy akár 2-3-at is lehet szavazni. Itt most legyen mondjuk egy szavazata mindenkinek. És akkor látszik, hogy hogyan alakulnak. Ugye 7-en válaszoltak, ugye, hogyha mindenki a saját javaslatára szavazott volna, akkor ugye akkor nem dőlt volna el. Ezzel azt lehetett volna elérni mondjuk, hogy vagy azt lehetett volna tenni, hogy mindenkinek adunk 2 vagy 3 szavazati jogot, vagy hogy hány választ lehet adni, az megállapodás kérdése. Tehát ez így megbeszéljük, mondom. Ugye ez nem egy exakt tudomány, hanem ez egy ötletbörze, ez egy játék, amit most így bonyolítunk le, tehát ez nem az a közvéleménykutatás, ami mondjuk ilyen exaktan méri, hogy akkor ki mire szavazott, és így tovább, hanem itt inkább a megoszlások érdekesek. Tehát itt látszik, hogy végül a csoki és a vanília végzett az első helyen, mindig ezek végeznek szerintem. És akkor tulajdonképpen a finish-sel le is lehet zárni ezt a dolgot, és megint el lehet menteni egy Excelben, hogy milyen eredménnyel zárult ez. És akkor az Excel-eket aztán lehet gyűjtögetni, ha szeretnénk, de ha nem szeretnénk gyűjtögetni, ugye visszajutottunk az első képernyőre, ahol mindent kezdeni szoktunk a launchnál, hogy van egy ilyen report nevű opciónk itt fönt, tehát launch volt a kezdőképernyő, quizzes a quizek, rooms ugye a szoba, ahol csak keveset időztünk, és a reportsnál pedig az összes eddigi játékunk eredménye újra megtekinthető, tehát ez a fagyis is ide szépen bekerült, tehát hogyha nem mentettük el az adott alkalommal, akkor vissza lehet keresni, és a reportot újra le lehet tölteni. Tehát hónapokra vissza lehet nézni, hogy egy adott quiznek mi volt az eredménye. Összefoglalva tehát egy egyszerű lehetőség az arra, hogy egy kvízes játékos megoldással egy kicsit valami más csináljunk, mint az, hogy frontálisan nézünk, vagy nagyon figyelünk a tanárra, de mégis akkor nem vagyunk eléggé aktívak. Lehet vele játszani is, versengeni is, kilépő cetlit is lehet készíteni, illetve erre az ötletbőrzére is alkalmat ad, hogyha alul ezt a rövid szöveges választ használjuk. És amit még nagyon ajánlok, hogy tanítsuk meg a gyerekeknek is egy idő után persze, és készítsenek ők is kvízeket egymásnak, akár azt is csinálhatjuk, hogy az egyik osztályban csoportok készítenek kvízeket egy másik osztály számára. Tehát az nagyon vicces, hogy a mai napon a 6-osok kvízeivel fogunk játszani, és megnézzük, hogy mit készítettek ők nekünk, mondok egy példát csak. Tehát ez egy ilyen
lehetőség. Ingyenes, gyorsan meg lehet tanulni, gyors a regisztrációs folyamat, a diákoknak egyáltalán nem kell regisztrálni, csak hogyha ők is készíteni szeretnének, akkor tanári szerepkörbe kerülnek. Kétféle applikáció van, a Socrative Student és a Socrative Teacher. Értelemszerűen egyik a diákok számára, másik pedig a tanár számára. Hogyha a tanár nem a laptopját használja mondjuk az indításhoz, akkor kell neki ez az applikáció. Egyébként távoktatás esetében egész nyugodtan dolgozhat úgy, ahogyan én tettem. Köszönöm szépen a figyelmet!